Ez egy szén monoxid mérő, 11, az ugye piros is, amit villog, a dolgozás ugye, hát majd oda tudjuk felvilágosítanak, jó? Magyarország átfogó egészségvédelmi programja 2010-ben kezdte meg működését. Legfőbb célja, hogy kortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül minden magyar állampolgárnak lehetőséget biztosítson saját egészségi állapotának felmérésére. Ez segíti Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja, a közel 20 méteres szűrőkamion, ahol 50 átfogó vizsgálatot végeznek el a szakemberek a legkorszerűbb eszközökkel. Maga ez az óriási szűrőkamion az elmúlt 15 évben több mint 2600 helyszínen volt elérhető a lakosság részére, több mint 700 ezer magyar állampolgár látogatta eddig, és több mint 10 millió vizsgálati eredmény áll rendelkezésre a szakmai, illetve a tudományos munkához. Azt látjuk, hogy óriási igény van a lakosság részéről, azt is látjuk, hogy van hova fejlődni a magyar társadalomnak, rengeteg rizikófaktor kiszűrése kerül a helyszíneken. Itt beszéltünk a daganatos megbetegedésről, a szív- és érrendszeri problémákról, akár a szemproblémákról, de akár a túlsúlyról. Tehát mindenféleképpen jó, hogy ilyen magas a lakosság érdeklődése a program iránt, hiszen ez egy fontos segítség, fontos támpont mind a látogatók, mind a házi orvosok, mind a szakorvosok részére. A szűrőkamion rócsószerűen járja az országot, naponta 4500 vizsgálatnak helyet biztosítva. Legutóbb kedden Tiszavasváriban fogadta azokat, akik szeretnének vigyázni az egészségükre. A prevenció, a szűrőprogram az életet menthet, mert ha időben fölismerik a problémát, akkor ez gyógyítható. Mert ugye ismerjük azt a mondatot, amikor az orvos azt mondja, hogy későn tetszett jönni. Tehát itt gyakorlatilag ez a prevenció az azt jelenti, hogy az egyén megvizsgáltathatja magát, és hogyha valami probléma van, akkor házi orvosával vagy szakorvossal konzultálhat. Én még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon sokan eljöttek ide, ez is mutatja, hogy az egyénnek megvan a felelőssége, hogy ő maga is fontosnak tartja az egészségét, mert ma Magyarországon és talán az egész világon az egészség a legfőbb érték, ha egészség van, minden van, és ez nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem a családja, a közösség és egy település, egy megye, egy ország szempontjából is. Az egészségügy fontos terület Tiszavasvári önkormányzatának. Hosszú évek óta üzemeltetnek járóbeteg szakrendelést, és a lehető legmodernebb körülményeket igyekeznek biztosítani a városlakóknak. Néhány évvel ezelőtt például az orvosi rendelő újult meg egy egyedi kormányzati támogatásnak köszönhetően. Burkolás, nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés, eszközök beszerzése. Aztán 2020-ban Tiszavasvári kapott egy lehetőséget, szintén egyedi kormányzati támogatásra közel 2 milliárd forintot. Ennek része volt egy orvosi rendelőnek az építése, volt egy régi védőnői szolgálatunk, egy épületegység, ami üres volt, ott állt és nagyon csúnya volt, kihasználatlan volt. Ezt lebontottuk, újraépítettük, kialakítottunk benne egy mentőpontot, és itt kitérnék erre a mentőpont fontosságára, hiszen van egy mentőállomás, de Tiszavasvár egy nagy település, járásszékhely, 13 ezeren lakunk itt ebben a városban, és hát vannak nagyon komoly üzemeink, alkoholi, de veszélyes üzemek, egyebek, és én azt gondolom, hogy szükséges, azt gondoltuk, hogy szükséges, hogy legyen helyben egy mentő, ez néhány héten belül meg fog valósulni, átadásra kerül a mentőpont. A szűrővizsgálat életet menthet című rendezvényen rendőrségi és látványos anatómiai bemutató is várta az érdeklődőket. A szűrőkamion pedig Hajdúdorogon, Kisújszálláson, Szarvason, Budapesten, majd Pomázon folytatja az útját.